Sziasztok, srácok, öt fiúk, lányok, a csatornámon, Neren csatornáján vagytok, és most egy kicsit másfajta videó. Ugye nagyon sokan panaszkodnak mostanában a YouTube-ra, és nekem is volt a másik csatornám, most már egy második büntetésem. A videós csatornán, ugye azon a csatornán kezdtem. Ott volt egy 18 pluszosnak megjelölve, feltöltve által én általam megjelölt videó, amire jött egy büntetés, egy piros pontos büntetés, copyright. Strike, ez még oké, okay. Ezzel nincs semmi probléma, de nagyon sokan panaszkodnak a YouTube-ra, hogy mintha csak ki akarná írtani a gamereket és elvlogosítani, meg elműsorszerűsíteni az egész YouTube-ot. És nagyon sokan panaszkodtak arra, a paplovag is többek között, neki pont láttam azt a streamjét, de hát nagyon sokan átmennek a Twitch-re. És én nem nagyon szoktam ilyen videókat csinálni, de most ennek muszáj vagyok én is hangot adni egy kicsit a felháborodásomnak, hogy mi megy a YouTube-on mostanában, én egyszerűen nem értem. Ugye tegnap volt egy live este, egy 4,5 órás live, és mindig megnézem, ha már egy bármilyen problémája van a YouTube-nak, én általában törölni szoktam a videót, na de most ugye erről van szó, erről a videóról. Meg is jeleníti, el is indítja. Semmit extra dolgot nem vettem észre benne. Kicsit lehet alakítom a hangját a videónak. És a probléma az ott kezdődik, már mondom, jó van. Mondom, nézzük, mindig ezt szoktam nézni, nem jött esetleg valami problém. Erre nézem, hogy szerzőjogi közleménye. Na. Szerzőjoga vélet tartalom van benne. Oszt nyír. Kérdezem. Erre rányomok. Vizuális tartalom. Saját megvett játékomról beszélünk, ugye? Nagyon régóta, több éve nyomom a GTA 5-öt, rengeteg live volt belőle, és itt mutatja ugye a vizuális tartalomra azt, hogy hol van az egyező lejátszás. Ugye az ember mégis értesül arról, hogy ugyan hol hibázott, Take-Two Interactive, ugye Rockstar Games nevű csatorna, ugye, a kiadó által, szerzői jogtalanság által nyomon követve. Ez az egyik, a másik meg ugye nem alkalmas bejött a szerzőség, ez a kisebbik dolog, de a mire van szerzőjoggal védett tartalmat találtunk, a videód még lejátszható a YouTube-on, de az igénylő irányelvei szerint nem szerezhetsz vele bevételt. Ezzel még nem is lenne probléma, de nézzük, hogy mi az a vizuális tartalom. Ez. Egy loser, losser, és kirakja a pontot. Ez. Meg hogy szintet léptem. Nekem még ez mi? Volt. Direkt kiraktam, majd ma kiállítsak a backlémelő újra. És még egyszer álljunk, hogy egyező lejjelent, és ez a vizuális tartalom. Saját általam megvett játékra beszélgetünk. Szóval mi folyik a YouTube-on? Milyen rendszer van itt, vagy mi ez? Egyszerűen nem értem, és ugye van vitatás küldése opció. Ne állítsuk közbe. Ahol eleve, ugye jó, hogy úgy gondolom, hogy a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos beadvány nem érvényes a következőkben. Tehát persze, hogy nem érvényes, hát a saját megvett játékomról beszélgetünk, és a vizuális tartalomban 1500 órányi live-on van belőle, jó, annyi nincs, de sok van. Megvan CD-DVD, vagy megvettem a számot az interneten. Már ez mi az, hogy számot? Nem értékesítem a videót, és más módon sem keresek vele pénzt, hát ez nem igazán be volt kapcsolva a bevételszerzés. Feltüntetem a tulajdonost a videóban. Ez mondjuk konkrétan nem lett oda beleírva, leírásban sincs, most talán nem fog belenyúlni, teljesen mindegy. A videó az én eredeti tartalma, minden joggal rendelkezem felette. Hát köbben ez. Csak ugye szól rajta a no copyright-os zenem, úgyhogy ez sem fedi a valóságot igazából. Megfelelő jog tulajdonosától kapott licenszel vagy engedéllyel rendelkezem annak anyagának használatára. Tartalom általam való használata megfelelő véletlányos használat feltételének vonatkozó szerzőjogi törvények alapján. Még ez is jó volna, a tartalom nyilvánosan hozzáférhető, ez nyilván teljesen nem igaz. Így se tudja az ember, hogy igazából mire nyomjon, mert ez a vizuális tartalom, ez a Black Mirror, és egyszerűen...
vicc, egy ilyet beklémelni, itt komolyan nem értem a YouTube-ot, hogy mi is ez, mert nem az első eset, és nagyon sokan panaszkodtak mostanában, hogy össze-vissza klémelni a videókat a YouTube, mint hogyha tudatosan arra törekedne, hogy ezeket a csatornákat, ugye a sok copyright strike-a szépen ellehetetleníti. Mert azért nem olyan egyszerű, felépít az ember teljesen mindegy, hogy hány fős csatornát, ha nem fut be, vagy nem szerencsés, vagy nem nézett, vagy nem olyan anyagokkal foglalkozik, ami nézett, és pillanatok alatt tönkre tudják tenni. És egy automata dönt erről, szóval nem értem a logikát. Itt sem értem, hogy igazából mi az, amit be tudnék jelölni. Hát ez én eredeti tartalmam. Minden felett, ilyen esetben gondolnád még egyszer, hogy mit is tartalmaz a videó. Van benne talán egy dal. Esetleg egy részlet a koncert, a filmben, nincs ilyen. Nem számít, hogy innen ingyen vetett fel a tévében, megvásároltál egy DVD-t, vagy videójákot esetleg. Te majd rögzítetted-e? Eseményen mindenféleképpen engedélyt kell kérni az anyagszerző jogának tulajdonosától, hogy felhasználni azt az új művethez. És akkor most döntsd el, érted, hogy mert ugye, hogyha... És erre gondolok én igazából, hogy mert ugye, ha most én ezt elküldöm, ez a biztos vagyok benne, meg mit tudom én, akkor még akár én kaphatok copyright strike-ot. De olyat, ami 6 hónapig vagy 3 hónapig letiltanak. Szóval, gyerekek, nem tudom, hogy mi folyik a YouTube-on, nem értem ezt a fajta dolgot. Egyszer már volt egy hasonló ugyanilyesmi, az is egy győzelme animáció volt, ahol ugye animációban az épp beállított tisztelgés, vagy akármi. És azt is ugyanígy vizuális tartalomnak, jó, ez egyedi, most speciális eset, de ez mi ez a baromság? És akkor tudjad, hogy mire nyomsz. Azért nem fogom beizelni, jó, mondjuk nem izgat a dolog, de mondjuk engem nagyon zavar az, hogy ha így szerzői jogi követelés van bármilyen formában. És rohadtul nem értek vele ennyit. És sajnos ez már nem az első eset. Ezért, mert bejött, hogy losszel. Kiszámolta a jobpontomat, megkaptam a pénzt rá, és szintet léptem. Hát igen. Mi az időkorlátja? Nekem még legelőször egy quadom volt. 3.44.47. Interquadom, utána egy i3. Ez, hogy tölti a képet. 47-ig. Meg a felhő, meg a menü. Ez mi? Ettől igazából a 6700, meg a 7700... Ezerszer van ilyen beakadt, ez pont a Rockstar szerverek miatt van. Eddig a pontig. Ahogy megy a térkép, meg ilyenek. És akkor itt legyél okos, domonkos, érted? És nyilván az ember copyright strike-ot meg nem akar kapni, mert akkor hogy lájmozom fél évig, meg 3 hónapig. És döntöd egy automata, 30 nap még elbírálják. Volt, amit már egyébként megfellebbeztem, és nem is volt utána belőle a probléma, de hát ez tényleg egy vicc. Ja, a vidékkarítási játékot ezt szerintem. Nem is értem. Úgyhogy esetleg valakinek volt hasonló sztori, nyugodtan comment session-be jelezze. Nem tudom, hogy merre megy a YouTube, és hogy az mi. Én erre nagyon-nagyon figyelek, főleg amióta a másik csatornán megszívtam a dolgokat. Semmi 18-20-os tartalmat vagy olyat nem rakok be, ami ízé, de ez egy vizuális tartalom, amikor megveszem a játékot 15.000 forintért, és utána nekem kell magyarázkodni. És az ember már inkább fél, és nem küldi be, holott menjenek a jó büdös francba, mert én live-oztam 4.5 óráig. Szóval, azt ennyit egy élő adásról, mert ugye ha zavarja a szem, akkor nyilván ki fogom törölni. Ez mondjuk már az én hülyeségem, úgyhogy ennyi is rácsol, csak ennek akartam hangot adni. Biztos ahhoz, hogy én is át fogok pártolni a Twitch, megnézem, hogy a Twitch milyen. Itt hiába van 3000 valányszerhez feliratkozom, nagyon kevesen nézik a videókat, végjátosokat, ilyesmit nyilván. Én a gamer szegmensből is nem a kőkemény videós vagy bemutatós témát, hanem a Let's Play-től kép is, hanem a végjátosokat, ez a régi módi. Konzervatívan változott, amiben nyilván annyira nem menő, meg a reakció videók a menők. De nagyon erősen gondolkozom, hogy ez felháborító, mi zajlik, de tényleg. Ezek a krémelések szörnyűek. Úgyhogy én Deden voltam, srácok és lányok. További kellemes napot nektek.